Nagyon lényeges dolog, az ikerpár soha nem egymás ellen küzd. Na most ezt meg megint nem értik azok, akiknek az ősei nem hunor-magyar típusúak, hanem Káin-Ábel típusúak. És ennek a Káin-Ábel típusúnak az a lényege, hogy a siker záloga az, hogy a nálam sikeresebbnek ígérkezőt, tehát nálam jobbat idejében ki tudjam írtani. Tehát bármilyen furcsán hangzik, Káin-Ábelből soha nem lehet levezetni hunort és magyart. Na most, ha hunor magyarral küzd, már pedig van ilyen, ahol birkóznak, sőt. Na most itt mi a tétje a birkózásnak? Mert ugye a másik, a Káin-Ábelben egyértelmű mi a tétje. Tehát nekem meg kell ölnöm, aki nálam jobb, azért, hogy én sikeres lehessek. Tehát egyértelmű, ki a győztes és ki a vesztes. Na igen ám, de ennek a küzdelemnek, ami hunor és magyar közt folyik, nincs vesztese. Mind a ketten jobbak vagyunk a küzdelem után, mint a küzdelem előtt voltunk. Amikor két ilyen birkózó először üdvözli egymást, mert akkor mindig először üdvözöljük egymást, és ez őszinte üdvözlet. Akkor abban az van benne, hogy én érted harcolok, te meg értem harcolsz. És a győztes pedig az, aki a másikat kétségtelenül maga fölé tudja emelni. Ez a tétje. Tehát azt jelenti, hogy én többet tudok belőle kihozni, magasabbra tudom emelni, mint ahogy ő engem emelne. Ez az igazi győzelem. Tehát ez az egyetlen olyan győzelem típus, ami emberhez méltó. A többi az állati szinthez tartozik. Kazahsztáni magyar törzs képviseletével itt találkozni, ez nem csak a lelkek felé nyitotta meg a kaput, hanem a történelem felé is. És ha egymás kezét kerestük, már pedig kerestük, sőt meg is találtuk, akkor az ő kezük is Szkítiáig ért vissza, meg a miénk is. Ennek a legszebb bizonysága az egy olyan aranylemez, amelyet hát többé-kevésbé mindannyian ismerünk, mert azért ez a szkita műveltségen belül a legismertebb emlékek közé tartozik, ahol két szkita férfiú úgy hajol együvé, hogy kettőjüket egy ivókürt kapcsolja össze, és ez minden valószínűség szerint egy vérszerződésnek a jelenetét idézi föl, amelyik a kazahoknak éppen úgy a múltjához tartozik, mint a miénkhez, és mind a kettőnk múltjában, hát egészen a szkítakorig visszanyomozható. Ebben az a különlegesen szép ebben a domborításban, ez egy aranylemeznek a domborítása, hogy ebben a helyzetben már nincs két külön arc. Tehát ebből a két profil arcból egyetlen arc rajzolódik ki, és ez az arc azt jelenti, hogy miután ebben a műveltségben a fej az a szellemiség képviselője, a nyakvonaltól a derékvonalig tartó rész, a kebel, az a lelkiségé, és az önvonal alatt az a testiségé. Tehát ha én látom, hogy a két fej egyetlenné válik, az azt jelenti, hogy a szellemiségünk egyé válik. Ez annyira szép megfogalmazás annak, ami itt a Kurultájon gyakorlatban megvalósult, hogy nem is tudnám más képpel elindítani, hogyha mondjuk képekben kellene fogalmaznom erről az élmény, hát együttesről, ami itt ért bennünket. De van ennek egy kiegészítő párja is a szkíta művészetben, azt is szokták idézni, amikor két harcos, mind a kettő íjjal és nyíllal felszerelve, sőt éppen íjaznak, tehát nyílaznak, akcióban vannak, a hátukkal érnek össze, és az egyiknek a nyílveszeje a föld felé tart, a másiknak a nyílveszeje az ég felé tart. Most ezt a kapcsolatot a török nyelvű népek, a kazah is ilyen, tudjuk, csak egy bizonyos dialektus a török nyelvnek, a mai napig számon tartják, és úgy nevezik, hogy arkadas. Ebben az arka a hátat jelenti, a das a társat jelenti. Arkadas, ez azt jelenti, hogy háttárs. És ez a mai napig élő gyakorlat, bármilyen furcsán hangzik, a törököknél jár, én történetesen köztörök területen jártam, tehát nem kazahoknál, mai napig érvényben van, ugyanis ők nem csak két-két férfi között ismerik ezt a testvérbarátság című intézményt, amiről már Herodotosz is megemlékezik, a szkítáknál járt görög történetíró, hanem mai napig érvényben van, és mondom, nem csak két férfi között tartják nyilván, hanem egyik nép és a másik nép között is. Na most a török népeknek egyetlen arkadas népük van, és ez bizony a magyar.
Na most ezt én háromszor tapasztaltam meg. Törökországban kétszer jártam, egyszer két alkalommal is visszatért ez a helyzet. Ennek aranyfedezete van. Tehát ez mai napig ezt a hátunkat egymásnak támasztjuk, és jöhet ellenünk a világ, ezt az összetartozást, ezt bizony ők tartják. Most jó volna, ha mi is tartanánk. Ez a Kurultáj erre adott jó lehetőséget, és bizony éltünk is vele, tehát aki ezt átélte, az pontosan tudja, itt összeért a hátunk. Tehát az a féle gátlásosság, ami bennünk, hát nem magától, de hát most már évszázadok óta mesterségesen kialakított gátlás, hogy nem merjük vállalni a saját múltunkat. Lehet úgy is mondani, hogy helyette műmúltat kapunk, ami nem veszélytelen dolog, mert hát ne felejtsük el, nem mindegy, hogy én helyből ugrok távol, vagy pedig neki futásból. Nyilvánvaló, hogy ha van egy múltam, amiből neki tudok futni, akkor sokkal távolabbi jövőbe tudok biztonságosan tájékozódni, viszont nem mindegy, honnan futok neki. Mert azt szerint fog alakulni a jövőm. Minden esetben nekünk igazán nincs okunk arra, hogy adatmentesnek tekintsük a múltunkat, nagyon sok adat van. És ez mind afelé mutat, hogy nekünk bizony, még ahogy tanították az én dédapámat, tehát ez a Hármas kis tükör című tankönyv, amiből ők tanultak, ez még így fogalmazott, hogy a mi őseink, miénk, magyaroké, azok szittyák, hunok, avarok és magyarok nevek alatt jöttek be ide a Kárpát-medencébe. Tehát nem külön népekként tartották őket számon, hanem mint egyetlen nyelvi, kulturális, vallási, harcmodorbeli folytonosságot, amely különböző nevek alatti megjelenéseit tolta időnként előre. És az került be a történelem reflektorfényébe, de lényegileg ugyanarról. Az úgy szoktuk mondani, ezt etnikai, kulturális folytonosságról van szó. Ezt lehet aztán idegen szavakkal még tovább ragozni, de itt nem is semmit nem értek meg belőle, se a szkíta múltat, se a hun, se az avar, se a magyar múltat, ha nem érzékelem ennek a folytonosságát. Kínai és más történeti források az Attila utáni Kárpát-medence egészét uraló avarokat a hunok rokonainak tartják, akik a Krisztus utáni időkben hatalmas közép-ázsiai birodalmat alakítottak ki. A kettős honfoglalás elmélete pedig az avarokat a magyarokkal azonosítja. A mi krónikás hagyományunkban, aminek a leggyönyörűbb és talán legtartalmasabb is, vagy többet mondó lenyomata, az a képes krónika, amelyet Nagyvörös királyunk számára festettek 1300-as évek második felében. Hát abban Attilát soha nem nevezik hun királynak, mindig magyar királynak nevezik. Ahányszor előfordul, hosszú fejezet foglalkozik vele. Igen ám, de az a forrás, amelyik viszont a nála járt görög követ, pontosan a követség egyik tagja, ugye ez a Priskosznak nevezett rétor, aki egy nagyon magasan képzett személyiség. A rétor azt jelenti, hogy szónok. Tehát ez a Priskosz nevű rétor, ez meg egyfolytában, ahol Attiláról szól, mindig szkítának nevezi. Akkor most nekünk tényleg semmi közünk nincs a szkítákhoz? És az összekötő kapocs pedig Attila. Tehát annyira tisztán kirajzolódik ez a múlt, hogy egyszerűen ember nem is érti, hogy most van itt értelme egyáltalán ezen vitatkozni.